Hogy szoktam ezt vajon mondani? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről lesz szó, amik tavaly kaptak filmadaptációt. Már csinálom 2 éve, ez ugye a könyvek kontra filmek, és ez a 2020-as kiadása lesz. Legtöbbször olyan könyvek kerülnek, illetőleg filmek ebbe bele, amik az adott évhez tartozó kilátásokban is benne voltak, tehát most például a 2020-ban milyen film adaptációk jönnek, de néha keverednek bele mások is, attól függ, hogy mi az, amit látok egy adott évben, és abban az évben jött ki, és könyv alapján készült, úgyhogy most is kicsit több lesz olyan, ami az eredeti, a másik videó, a másik fajta videóban nem volt benne, de ebben most benne lesz, ezt most nagyon bonyolultan mondtam el, mert hirtelen nem tudom, hogy ezt hogy szoktam elmondani. De a lényeg, hogy most összehasonlítom a filmeket és a könyveket, ahol tudom, és nézzük is akkor. Az első, amiről beszélni fogok, az az Úrsötét anyagai. Ugye eredetileg az újfajta sorozat HBO-n az 2020-ban, nem? 19-ben jött ki, de ugye tavaly volt, azaz 20-ban, a második évad. És nekem az első évad egészen tetszett, főleg a film után, ami nem volt túl jó. És ugye én nekem ez az első rész, főleg az Úrsötét anyagaiból egy nagy kedvencem. Viszont a második évad, meg kell, hogy mondjam, annyira nagyon nem tetszett. Azt hiszem 7 vagy 8 rész volt benne, és alapvetően szerintem az én problémám onnan jön, hogy eleve az első évadba vettek át elemeket a második könyvből. Szóval ott keveredett a kettő, viszont a második évadnál, főleg, hogy apa most olvasta az egész sorozatot, és tudta, ő frissebb emlékezettel rendelkezett a könyvekről. Szóval a második évadnál viszont nem vettek át a harmadik könyvből, ami egy dög nagy könyv egyébként, tehát az egy nagyon hosszú könyv, és nagyon sok minden történik benne. És ez szerintem nagyon érződött a második évadon, mert nagyon sok töltelék jelenet és kb. Töltelék rész volt benne, ami nem tudom, hogy került oda, és számomra elég unalmas volt, tehát mindig, mikor kijött egy új rész, és így apa megkereszte, hogy na, megnézzük, akkor egy teljesen úgy voltam, hogy nézzük. Tehát nem voltam kifejezetten izgatott, és nem vártam az újabb részeket, pedig ezért szerintem ez az első évadnál nem így volt, mondjuk azt tömbösítve néztük, de tényleg olyan unalmas volt. Nagyon sok helyen, mert volt egy-két jó jelenet, de alapvetően meg nagyon kevés dolog történt benne. És egy nagyon rövid könyvet nyújtottak ki nagyon sok részre. Úgyhogy nem tudom, hogy a folytatás milyen lesz, majd azért nézem tovább, mert érdekel, de azért újra is akarom olvasni a könyveket, mert én nem emlékszem rá, hogy ennyire unalmas lett volna a második rész. Szóval ez a második évad annyira nem jött be. 2020-ban kapott az Emma egy új filmadaptációt, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó lett. Imádtam, tényleg. Ez még valamikor azt hiszem tavasszal jelent meg, vagy január-február környékén, szóval az év első felében. És én először szkeptikus voltam, mert trailer alapján olyan kicsit furának tűnt, de nagyon jó lett. Tehát nekem eleve az Emma az egyik a kedvenc Jane Austen kötetem, és ez az új filmadaptáció nagyon jó lett. Egyébként a másik Emma adaptáció, amit nagyon szeretek, az a BBC-s minisorozat, a 4 vagy 5 1 órás részen keresztül megy a film, vagy hát a könyv cselekménye, itt meg ugye csak egy film, de nagyon jól megcsinálták, úgyhogy teljesen pozitív csalódás volt, miután megnéztük a filmet, és annyira kedvet kaptam újraolvasni is a könyvet, mert ennek az Emmának annyira jó hangulata, tehát olyan vicces, könnyed, talán az egyik legkönnyedebb Jane Austen könyv egyébként, tehát alapból is könnyedek a könyvek úgy viszonylag, de ez a legkönnyedebb az összes közül, meg a leghumorosabb is, és imádom. És a filmet is imádtam. A következő a Vadon szava Jack Londontól, vagy Vadon hívó szava, nem vagyok pontosan biztos benne, hogy a filmnek a magyar címe végül mi lett. Nem lett rossz ez a nagyon sok CGI-os zöld vászonos film, amit csináltak belőle, de magát a sztorit én úgy érzem kicsit átvitték ilyen gyerekbarátabbba. Ez alapból eléggé egy állatkínzós könyv egyébként. Szóval megértem a változtatásokat, de nagyon túl humorizálták nekem, meg túl cukiskodták az egészet, meg elvitték ebbe az irányba. Szóval tényleg én azt éreztem a film alatt, miközben néztem, hogy ez túl gyerekesítve lett. Vagy nem is tudom, hogy mondjam.
Tehát azért történnek benne elég komoly dolgok, meg tényleg ez az állatkínzós rész, meg ahogy az állatokkal bánnak benne a könyvben, az elég durva, és nagyon sokszor ugye humorizálták az egész. Az egész filmben nagyon sok humor van, ami nekem nem feltétlenül jött át, tehát hogy nagyon ilyen gyerekesítettek a humorok szerintem lehet. Mindegy, ez a film nekem annyira nem jött be, régebbi adaptáció, nem tudom, hogy van-e, de nem láttam. Kutyásoknak egyébként szerintem jó kis kikapcsolódás lehet. A film, most nem a könyvről beszélek. Következő, arra nagyon mérges vagyok, nem a könyvre, a filmre, illetőleg sorozatra. Ezt Celestine-től a Kis tüzek mindenütt, és idén olvastam el, és direkt el akartam előbb olvasni, hogy csak utána nézzem meg a sorozatot. És alapvetően a könyvre azt mondtam, hogy jó-jó, de az Amit sohasem mondtam el sokkal jobb volt, tehát ez is jó volt, csak az Amit sohasem mondtam el jobb. Most nem erről van szó, hanem arról, hogy de utána megnéztem a sorozatot. Illetőleg nem néztem meg, mert nem bírtam végignézni, 8-1 órás rész lett volna, és valahol 3-4 részig néztem, és az ötödik felénél kivonultam, és mondtam anyáméknak, hogy ti ezt befejezhetitek, én nem vagyok hajlandó tovább nézni. És azóta sem fejeztem be, és nem vagyok hajlandó még 3 órát az életemből erre a sorozatra, mert katasztrofálisan szörnyű volt. Utáltam. Az alapvető probléma ezzel a sorozattal nekem az volt, hogy az egész sztorit kifordították önmagából, és mindkét főhősnőnek a karakterét kifordították önmagából, és az egészet a feje tetejére állították, és senkinek nem az volt a motivációja, vagy a személyisége, ami a könyvben, és ez borzasztóan irritált, mert így mindkét főhősnő egy rendesen utálható karakter lett, ami a könyvben nem volt jellemző, tehát a könyvben nagyon más karakterek voltak, mint a sorozatban, és ezért a sorozatot rüheltem. De úgy tényleg, tehát már valahol szerintem a második, harmadik rész környékén így éreztem, hogy ez nagyon, nagyon más fele fog elmenni, mint kéne. És aztán feladtam, mondtam, hogy én ezt nem vagyok hajlandó egy percig is tovább nézni, ez katasztrofális, borzasztó. Inkább olvassátok el a könyvet, és ne nézzetek bele a sorozatba. Na most ezt például tudom, hogy a sorozat végén van egy kis hozzátoldás a könyv sztoriához, de inkább megkérdeztem anyámékat, hogy mi az, és így nem volt semmi túl extra, úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, ez engem nem érdekel, ennyi bőven elég, vagy max elolvasom így a cselekmény leírását még a többi részhez, de nem vagyok hajlandó végignézni. Szörnyű volt, utáltam. Nem a könyvet, a sorozatot. A következő egy olyan könyv, amit olvastam, mégis megvan. Ez pedig a Veled minden hely ragyogó Jennifer Niventől. Ez egy nagyon kis édeskeserű könyv is. Egyébként én nagyon szeretem. Ez a könyv szerintem Jennifer Niventnek jobb is, mint a Holding Up the Universe, aminek az a címe magyarul. Nem tudom, mi a címe magyarul, mindegy, ez Jennifer Nivennek az első könyve. Netflixes azt hiszem a film, de még tavaly évelején néztük nagyon. Nem volt túl maradandó élmény, azt kell mondanom így visszaemlékezve. Igazából nem volt kifejezetten rossz a film, de mint láthatjátok, nem emlékszem jelen pillanatban nagyon semmire belőle. Igen, ennyit tudok erről a filmről elmondani. Egyszer meg lehetett nézni, de ennyi. Tényleg nagyon nem maradt meg. Abszolút. És igazából ezek voltak azok a filmek, vagy sorozatok, amiknek az adaptációjának az alapját, azaz a könyv változatát olvastam. A maradék az olyan lesz, aminek csak a film változatát láttam, és csak így egy-kettőről gyors szót ejtek. A következő a listában az A fiúknak, akiket valaha szerettem, második része. Ugye én azt már elmondtam, hogy nem tervezem most már nagyon elolvasni a könyveket, mert van egy olyan sejtésem, hogy könyvben nem fog tetszeni, viszont az első film belőle fantasztikusan jó romkom volt. A második rész már annyira nem. Tehát a második részben tipikusan az a helyzet állt elő, hogy felesleges drámával volt az egész teleszorva, aminek a végére semmi lényege nem lett, és egy kis kommunikációval igazából mindent megoldhattak volna, de nem tették, mert ugye kellett a dráma. Úgyhogy majd kíváncsi leszek a harmadik rész is, vajon ilyen drámagombóc lesz-e, vagy visszatérünk az eredeti feel good romcom részhez, nem tudom. Az első rész tényleg nagyon jó volt, a második az annyira nem. Nem volt rossz, de jó se. Nézzem, mi az, amiről érdemes beszélni. Említés szintjén a 365 nap nagyon ment Netflixen, és egy ponton apa azt mondta, hogy nézzünk bele, 5 perc után kinyomtuk. Erről ennyit tudok elmondani. Hát az a helyzet igazából, hogy
aminek nem olvastam a könyv alapját, vagy nem volt túl maradandó élmény, arról nem akarok beszélni, akkor igazából amit még szóval ejtek, az a Bridgerton lesz, amit technikailag most január elején néztünk meg, de konkrétan két nap alatt, vagy egy, ja nem, egy este alatt végig binge-eltük hajnali 3-ig a sorozatot. Azért nem érte meg hajnali 3-ig fönnmaradni, azt hozzá kell tennem. A Bridgerton egy nem rossz sorozat. Viszonylag jó volt, egy ilyen kosztümös dráma, romcom-szerűség. Igazából különösebbképp nem lettem kíváncsi a könyvre. Valószínűleg azért, mert a sorozat egy ponton nálam átfordult abba, hogy a fő cselekmény mozgató dráma, ami a hercegnek a nem hajlandósága volt, ugye, hogy nem hajlandó, nem, ő neki nem lesz gyereke. Az egy olyan hiszti volt, amit nem értettem, hogy miért létezik, és abszolút felesleges volt, de tehát, hogy az volt az a pont egyedül a sorozatban, amire azt mondtam, hogy ez miért így történik, ez miért van benne. Tehát, hogy arra mind a hárman anyáikkal forgattuk a szemünket, szóval amiatt annyira nem vagyok kíváncsi a könyvre, mert hogy a könyvben is ez a hiszti megy végig, akkor én kikaparom a szememet rövides úton. De amúgy nem volt rossz, szóval végig lehetett nézni. Igazából röviden nekem ez a véleményem azokról a könyvből film adaptációkról, amik tavaly kerültek vászonra. Kommentben írjátok meg, hogy esetleg milyen adaptációkat láttatok tavaly, vagy mik azok, amik legjobban tetszettek, vagy mik azok, amik legkevésbé. Ugyanígy könyvből film adaptációkra gondolok itt most. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!